A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most, kedves nézőink, az elmúlt időszakban tanúi lehettek annak, hogy elbúcsúztunk Szibert Gergelytől, természetesen nem véglegesen, hiszen az Állatorvosi Egyetemen folytatja a pályafutását, és új megyei főállatorvost köszönthetünk körünkben. Tisztelettel köszöntöm Hegyi Kingát, üdvözlöm. Üdvözlöm. Emellett, aki természetesen az agrárügyi főosztályvezetője, illetve az élelmiszerlánc biztonság és állategészségügyi osztályvezetője. Örülök, hogy itt van velünk. Köszönöm a meghívást. Nos, hát először is gratulálunk, és köszönjük, hogy itt van körünkben. Kulcson már találkoztunk röviden, természetesen a Kulcsi Hatok évi programján már ott volt velünk. És most hát itt van, mivel mindennek rendelt ideje van, hogy bemutassuk Önt, hiszen itt élünk a Mezőföld szívében, ahol nagyon-nagyon fontos az állattenyésztés, és ezzel együtt természetesen nagyon fontos a megyei főállatorvos személye is. Kezdjük talán azzal, hogy a hivatásválasztás az mindig kulcskérdés egy fiatal életében. Ön középiskolásként hogy döntött a jövőjéről, miként? A középiskolai választás, ugye talán onnan kezdem, hogy én székesfehérvári születésű vagyok, tehát középiskolát is ezen a településen igyekeztünk választani, de hogy miképp orientálódik egy gyerek, egy lány. Van, hogy ezt már egy kisgyermek óvodás korától kezdve tudatosan tudja, hogy mi iránt érdeklődik, a szülők is meglátják benne, és ez az irány tartható, és minden külső segítséggel ez irányba lehet terelgetni. Hogy mi vezethetett ide, talán a nagyszülőknél tapasztaltak, ott ugye falun töltöttük a nyári időszakokat, és ott még akkor a szarvasmarhatartás, sertéstartás jelentős volt. Még a kondákat hajtották ki, ugyanúgy a marhákat a legelőre fejték háznál. Marhákat vittük a tejházba, és ez mellett a földművelés, aratás ugye a nyári időszakban. Ez is befolyással lehetett. Hogy konkrétan mi volt, ezt megmondani nem tudom, de nyilván ezek az apró mozzanatok meghatározhatták. Szüleim elképzelése az volt, hogy célszerű lenne azért egy szakmát választani már az általános iskolát követően, és mivel az állatszeretet megvolt, ezért döntöttem akkor, vagy döntöttünk így, hogy a akkor Vántos Károly mezőgazdasági szakközépiskola és technikum, mert akkor még technikumként működött, választottam ezt az iskolát, és nem bántam meg. Nagyon kedves tanáraim voltak ott, az osztályfőnökünk is nagyon jól összetartotta a kis csapatunkat. Vékony, szikár, matematika tanárnő, aki logikus gondolkodásával azért matematikát is nagyon szépen átadta nekünk, de egyébként a gyerekeket is jól koordinálta, és nagyon szerettük őt. De ez mellett ugye 4 év az az általános érettségi tantárgyi követelményekről szólt, volt mellette szakmai tantárgy is természetesen, és akkor felvételiztem én az általános tudományi egyetemben. Tehát a biológia az mindenképpen az egyik kedvenc tantárgya. Biológia az elsődleges volt. A biológiát is kiemelném, hogyha így tanárokat kellene, vagy tantárgyakat kellene. Nagyon jó tanárnőnk volt, és azt gondolom, sikerült is elérni, amit kellett. A szeretetet mindenképpen át tudta adni a tantárgy iránt is.
Bár elsőre nem sikerült nekem ez a felvételi, de nem ért kudarc. Utána akkor ugye József Attila gimnáziumként működött a mostani Ciszter, illetőleg a Vasvári Pál gimnáziumban voltak előkészítők tovább tanulásra, úgyhogy én ott a biológiát, kémiát vettem fel, és jártam külön órákra, hogy a következő évben már biztos legyen a felvétel. Úgyhogy a technikum az ötödik év már csak kifejezetten szakági tantárgyak tanítását jelentette. Gyakorlatokra jártunk ki, és talán ez is egy ilyen hozzáadott dolog lehetett a választásban, hogy környező állattartó telepeken, sertéstartó, baromfitartó, szarvasmarhatartó, és ezzel az élelmiszer része, mint a tojás csomagolás feldolgozása, a tejtermelés, tejgyűjtés. Igen. A legalsóbb részről gyakorlatilag, tehát meg kellett ismerni, amit nagyon is szerettünk. Tehát a gyakorlati órák azok mindig kiemeltek voltak. Tehát akkor felvették, ez nyilván megerősítést jelentett, hiszen ez általában az egyetemi felvételeknél is így van, ugyanakkor azt tudnunk kell, hogy az Állatorvosi Egyetem már akkor is azok közé tartozott, ahol rendkívül magas volt a ponthatár, és én azt gondolom, ez a mai napig így van, nem véletlen, hogy Európában is azok között, az egyetemek között említik, ahol nagyon-nagyon sok külföldi diák tanul, hiszen olyan nívón tudhatják meg az alapvetéseket az állatorvoslásról, ami ritkaság Európában is. Milyenek voltak az egyetemi évei? Az állatorvos tulajdon, mint ahogy mondta is, magas pontszámú, tehát magas követelmények, és ezt a követelményt az egész egyetemi időszak alatt természetesen tartották, és ennek igyekeztünk megfelelni minden tantárgy tekintetében. Megtapasztalhattuk azt a közösséget, amit még most is ugye érzünk, és nem csak az egyetemre, hanem az egész országra is, mivel sok országból történik itt az érdeklődés, és nagyon sok külföldi hallgató van az egyetemen. Tehát ez egy nagyon szoros kapcsolat, emberileg is, azt kell, hogy mondjam, és az egyetem után is megtartódnak ezek a kapcsolatok, és fontos is ezeket továbbiakban is. Nagyon fontos, hogy ki mindenki vesz részt az oktatásban. Ugye azt tudjuk, hogy a nívó kiemelt, de ehhez hozzájárul nyilván hozzájárulnak azok a professzorok, akik ott oktatnak. Volt-e olyan professzor, aki elkíséri a máig? Tehát az a tanítás, az a fajta lendület, amit ad, ami megtartó erő? Mindenki valamiképpen adott ehhez hozzá. Dr. Sótonyi Péter ugye most professzor úr, az egyetem rektora, az, aki amikor mi indultunk, az anatómiát oktatta, nekünk előadásokat tartott, de a gyakorlatra is ugyanúgy személyesen megjelent. És hát most is ő egy kulcs figurája talán ennek a kapocsnak, de az egyetemen is szoborpark van, ugye a kulcsa kezdtük, és ez egy kicsit mini szoborpark, és nagyon a lokális itt Fejér megyéhez köthető, de inkább elsődlegesen Kulcshoz köthető állatorvos kollégáknak a tiszteletére jött létre ez a szoborpark, de ugyanúgy az egyetemen is van, és amikor óraközi szünetek voltak, akkor ebben a parkban megpihenve a következő órára felkészülve, és ugye már a múltban lévő nagyjainkkal találkozhattunk. Igen, hát itt közben eszembe tudod, hogy gondolok, hogy globálisan cselekedj lokálisan, azt hiszem ez az állatorvoslásra is vonatkozik. Volt-e már határozott elképzelése, hogy mihez kezd a diplomával? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy azért szakirányt is bizonyos értelemben kell választania, tehát egyenes útja volt nyilván. Abban az időben, ugye ez a 90-es évek, az állattartás, állatlétszám országosan jelentősen lecsökkent.
A struktúra megváltozott az üzemeltetés tekintetében, TSZ-ek megszűntek, nagy létszámú tartó telepek létrejöttek, családi vállalkozások alakultak. De jelentős szám volt ugye a nagy tartásban a csökkenés. És ez miatt talán inkább kivártam, hogy milyen irányba lehetne elmozdulni. A kettfelésből tartott állattartás pedig még abban az időben inkább a házőrzés volt az elsődleges. Nyilván, ahogy a falukép is változott ez idő alatt, a 20 év alatt jelentősen, ott is már tisztább porták vannak olyan értelemben, hogy akkor a Ganyés udvar volt a természetes, de most már a füvesített, parkosított porták a jellemzőek, és a kettfelésből tartott állatok, és más a megítélése, más az emberhez való kapcsolódása, és emiatt talán kiemeltebb szerepe van. Ebben az időszakban kezdődtek el ugye a kisállatorvos rendelők megjelenése Székesfehérváron és itt a környéken is. A másik pedig a kérdés, hogy hol szeretném, tehát helyileg, de nem ragadott meg igazándiból Budapest, és szerettem volna visszajönni a szülőkhöz és Fehérváron folytatni. És itt kapcsolódnék vissza talán a középiskolai évekhez, mert hogy akkor a szakmai tantárgyakat az akkori élelmiszer ellenőrző állomás, állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás vezetője, illetőleg az ottani dolgozók, dr. Berei Attila, Szabó Antal, Hollos Laci bácsi, ők voltak a tanáraink. És azért ők méltó példaképek voltak, és az egyetem végére talán ott csúcsosodott ki, mert az egyes tantárgyak, gyógyszertan, sebészet után megjelent az élelmiszerhigiénia, az állategészségügyi igazgatás, és ugye ezek voltak a záró vizsgák, és utána azt gondolom, valahol itt dőlhetett el, hogy az igazgatás az egy jó választás lesz. Igen, hát jó választás volt mindenképpen. Abban az időben valóban nagyon sokat beszélgettünk vendégként Berei Attilával arról, hogy itt különös jelentősége lesz, hogy egy átmeneti időszakot élnek meg az állattartók is, és előbb-utóbb a nagy áll visszatér, bár nyilván a házi kedvencek kerülnek fókuszba továbbra is, főleg itt Fehérváron és a szűkenvett agglomerációs övezetben, de azért előbb-utóbb majd visszatérnek azok az idők, amikor haszonállatokat is tartanak az emberek. Ezt ön végig kísérte, gondolom. Igen. Igen. No, tehát ez volt a szakmai útja. Folyamatos volt tehát az a tendencia, hogy egyre többet és többet foglalkozott a választott hivatásán belül ezzel a szakirányjal? Amikor mi az egyetemen végeztünk, akkor még egy kötelező gyakornoki időszak volt, amit már itt töltöttünk ugye Székesfehérváron, különböző területekre, laboratórium, nagyállat, kisállat, vágóhidi tevékenység, kellett időszakokat eltöltenünk, de igazándiból önálló döntése akkor még az embernek nem volt. Tehát ez is még az orientációt segítette, és nagyon sok kollégát és területet megismerhettem. Abban az időben székesfehérvári járás, vagy kerületben, akkor még kerületek voltak, és kerületi főállatorvos dr. Rónai László volt Székesfehérváron, és ő hozzá tudtunk jönni, számos területet bejártunk, de ugyanúgy voltunk Martonvásáron, akkor még működött vágóhíd, vágóhidi húsvizsgálat, sőt, akkor még a kényszer vágóhidak is működtek, és hatósági húsboltok is voltak, és az egy érdekes terület volt. És amikor az EU csatlakozás, ugye pont erre az időszakra tevődik át, az egész jogharmonizáció, az EU-hoz való csatlakozás, egy másfajta szemléletmód, és itt a jogszabályváltozás, és hogyan tudnak megfelelni az új követelményeknek az egyes élelmiszervállalkozások, akár a kicsiktől a nagyokig. Ebben a folyamatban vehettünk részt, számos előállítót lelátogattunk, és ebben nagy köszönettel tartozom az élelmiszerellenőrző kollégáknak, nem állatorvos kollégáknak is, mert nagyon sokat tanulhattam tőlük, és segíthettük a vállalkozásokat.
akkor abban az időben az oktatás olyan módon, hogy a vállalkozók oktatása is az állomás feladatkörében volt, és erre volt lehetőség és mód, és Berei doktor is kiemelten kezelte, és igényelték is a vállalkozók, és nagyon sok számos konferencia is szerveződött is. Azt is hozzátenném még, hogy amikor az egyetemet elvégeztem friss diplomásként, megnyílt a lehetőség elemiszerhigiénikus szakállatorvos képzésre. Indított az egyetem, de sokszor ugye az volt a feltétel, hogy már bizonyos gyakorlattal kellett rendelkezni. Az EU csatlakozás idején lehetőségem nyílt arra az egyetemmel történő egyeztetéssel, hogy ezt a gyakorlati időt nem kell figyelembe venni, és elindulhattam ezen a szakállatorvosi képzésen, akkor egy fehérvári kollégámmal, és ketten vágtunk bele. Melyik volt az a szakirány, amelyet választott? Élelmiszerhigiénia. Élelmiszerhigiénia, igen. Tehát ez nagy kihívás volt nyilvánvaló, hiszen rengeteg minden megváltozott, felsorolhatatlan, tehát az uniós csatlakozással a belső, a gazdasági feltételek is változtak időközben természetesen. Hogy látott munkához? Kettőt párhuzamosan akkor nagyon nagy segítséget kaptam a kollégáktól, így utólag is mindenkinek a köszönetemet fejezem ki, és azt, hogy látták azt, hogy ebben van jövő, és nyilván az élelmiszerbiztonság mindig mindenek előtti szempont. És amikor már a végére értünk ennek a 2 éves képzésnek, akkor sem hagytuk még ezt így nyugodni. A Kertészeti Egyetemen indult egy élelmiszerbiztonsági szakmérnöki szak, és már oda is bejelentkeztem egy másik kolléganőmmel, és akkor így próbáltam minél több irányból, minél több információt szerezni, hogy a jövőben ezt tudja majd hasznosítani. Hol tart ma az élelmiszerhigiénia annak tükrében, tehát a változásokról beszéltünk, és azért itt felgyorsult a világ, nagyon is jól tudjuk, hogy rengeteg minden változott. Mondjuk Fejér megyében, itt a Mezőföld szívében. Élelmiszer vállalkozásaink, akik nagyok voltak, szerencsére azért most is működnek. Nyilván a mostani gazdasági helyzet megnehezíti az ő tevékenységeiket is, de vannak olyan pozitív példák, akik például kistermelők, akik szeretnének változtatni, szeretnének minél jobb minőséget eljutatni biztonságosan a fogyasztókhoz, és váltanak, és előrelépnek, és viszik a jó hírnevüket és hírnevünket, mert azért ez egy együttes dolog, azt gondolom, amikor megkeresnek minket, akár tervegyeztetéssel kapcsolatban, hogy már előre látnak és gondolkodnak, hogy mindenben szeretnének is megfelelni. Tehát azt gondolom, itt Székesfehérváron a vállalkozók megkeresik a hatóságunkat, Berei doktori időszakában is nyitott ajtók voltak, és azt követően Szibel doktornál is, és célszerű is felvenni a kapcsolatot velünk, próbálunk mindenkinek segíteni, hogy a későbbiekben is meg tudjanak felelni. Tehát ez egy folyamat volt, lépésről lépésre haladt, nyilvánvaló, a diplomák is ezt bizonyítják. Hogy volt a felkérés? Hiszen nyilvánvaló, hogy a mostani pozíciójába egy felkérés érkezett, és kellett gondolkodnia ezen? Nem. Adta magát így a lehetőség. És köszönöm szépen, hogy rám gondoltak, és... Mit tart most az elsődleges feladatának? Hogy fogod hozzá ehhez a munkához? Elsődleges feladat megtartani mindazt, amit az elődeink, ugye, akár hagyományápolásban, mint szakma megtartottak, és ezt a közösséget tovább építeni. Az, hogy itt ezen a poszton személyváltozás történt, nem ismeretlen a személyem, korábban is ugye dolgoztam a kollégákkal,
és megmaradtak a körülöttem lévő emberek, és igazándiból nem egy személyről beszélünk, hanem egy csapatról beszélünk, akár megye és a megyéhez kapcsolódó járási hivatalok, járási hivatalokban dolgozó állategészségi dolgozók és hatósági állatorvosok együttese. Egyrészt ez a szakma, meg az ember együttese, a másik része pedig az állategészségügy és az élelmiszer biztonság, élelmiszerlánc biztonság, mert ugye így a főosztály egész széttekintve az élelmiszerlánc a földtől az asztalig, a villáig ugye megvalósul. Számos szakterület van, és egy szakterületen is, ha csak az élelmiszerlánc ott nézzük, és az átegészség, ugye a mi osztályunkon is azért elég széles az élelmiszervállalkozók köre, állattenyésztők köre is, tehát a hatáskörök, akár borászat, állattenyésztés, átegészségügy. Rendkívüli felelősség az önöké nyilvánvaló, hiszen a számtól föltől az asztalig tulajdonképpen az uniós jogszabályok változása tükrében is nagyon sok dolgok van, arról nem beszélve, hogy azért itt vannak azok az állatbetegségek, és itt volt a Covid-járvány, és itt van most a gazdasági válság, ami jelentősen megnehezíti a munkájukat. Ezt hogy lehet figyelemmel bírni? Ezek a tényezők nyilván nem kerülhetők ki, befolyással vannak, de mindig meg kell találni azt a módot és lehetőséget, amivel a kommunikációt meg tudjuk teremteni a vállalkozóink irányába, és mindig nyitottak legyünk. Természetesen attól függően, hogy milyen korlátozott tényezők vannak, akár a pandémia adta, akkor betartani a higiénia szabályokat. De a vállalkozók irányába pedig ugye nekik is megteremteni azokat a feltételeket, amikkel a fogyasztók egészségét tudják védeni folyamatosan. Ez nem lehet hátrányára az élelmiszer biztonságnak semmilyen módon. Állatbetegségek tekintetében ugye elődeink időszakában azért jelen voltak a járványos állatbetegségek, amelyektől mentesítették az országot, és Fejér megye bizonyos betegségekben élen járó is volt, amikor egy-egy telep, egy-egy terület, és utána az egész megye mentes lett betegségektől. Most ezt a mentességet kell megtartani. Bizonyos betegségek vannak, megjelennek, felütik fejüket, vagy időszakosan jelennek meg. Ezek ellen pedig folyamatos védekezés szükséges olyan módon, hogy az általános járványvédelmi szabályokat folyamatosan, magas szinten odafigyelve, következetesen be kell tartani. Erre oktatni kell a dolgozókat, és ellenőrzéseket kell maguknak is végezni, mert az EU jogszabály szellemisége is az, hogy az önellenőrzés a vállalkozás részéről elsődleges, hiszen ők a felelősek azért az élelmiszerért, azért a tevékenységét, amit végeznek. Tehát határozott jövőképe van, ebből is kiderült, és én ezt köszönöm önnek és a munkatársainak egyaránt. Mit kívánhatunk annak a csapatnak, akik az ön irányításával dolgoznak? Értünk. Jó egészséget mindenképpen, hogy összetartóak legyenek, és hogy a szakmai továbbképzéseket folyamatosan, ami lehetőség van, vegyék igénybe, és próbáljuk minél többféle módon segíteni a vállalkozókat, akik minket megkeresnek. Ha pedig már nem előzetes megkeresés érkezik, hanem valamilyen probléma okán találkozunk akár egy ellenőrzés során a vállalkozókkal, akkor igyekszünk segítséget nyújtani, megbeszélni, hogy a továbbiakban a hibák elkerülhetőek legyenek. Nos, hát akkor ezt kívánom, és akkor hozzáteszem még, hogy kerje, marha, kor, madár, influenza, sertéspest is mentes éveket kívánok. Nyilvánvalóan ez elsődleges, igen. Köszönöm, hogy megtisztelt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Hegyi Kinga megyei főállatorvos volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.